Mert úgy működnek a hívások, hogy ahogy valakinek érzékenyebb a mikrofonja, magyarán hangosabban beszél, át fogja venni attól a közvetítést, tehát ő hozzá fogja áttenni a Microsoft felületet. De minden másik felület ugyanígy működik. Tehát ha én beszélek, és mondjuk te hangosabban megszólalsz, engem letilt, téged tesz előre. Lesz rá lehetőség, hogy ti kikapcsoljátok a másiknak a mikrofonját, és akkor lehet azt mondani, hogy a kérdéseket vagy csetelésbe, tehát külön üzenetekbe tegyék fel, vagy a végén szintén egy gomb megnyomással engedélyezitek, és sorba fel lehet tenni a kérdéseket. Jó, ezek csak ilyen módszertani, meg segítésbeli infó. Igen, itt is egymás között dobáljuk azért, mert tényleg rengeteg tapasztalat van. Az az iskola, az egy általános iskola és gimnáziumon először felhúztuk ezt a rendszert, és eddig az a tapasztalat, hogy például a pici elsősök nagyon jól viselkednek a videokonferencián. De lehet, hogy egy másik osztálynál nem fog működni a videokonferencia.